Sziasztok! A mai napra egy tojással készült kalács receptet hoztam nektek, méghozzá olyat, amit egyébként könnyű elkészíteni, és akár még a fa alá is be tudtok tenni. Íme itt vannak az alapanyagok, ki is készítettem, van itt egy kis sonka, egy kis főtt tojás, mézes kalács fűszer keverék, ebbe fogjuk a tojást meghempergetni, kis tojássárgája, vaj, liszt, porcukor, és a sütőben pedig egy kis tejben felfuttatott élesztőt találtam. Hát ez is kell a recepthez. Jó, miből is áll ez a kalács tészta? Nagyon egyszerű, mindent csak belepakoltok a keverő edénybe. Kell hozzá tehát a felfutasztó élesztő, kell hozzá a liszt, nem tudjátok elrontani, nem lesz csomós, a gép majd elbánik vele. Akkor egy kis vaj, a lisztnél egyébként figyeljetek arra, hogy sütemény liszt legyen, ez a nagyon finom szemcséjű. Kettő tojás sárgája, így, illetve még egy kis porcukor, tehát igazából csak össze kell vegyíteni. Az egészet tehát össze kell keverni, mutatom, tehát ilyen, ne ilyen morzsalékos legyen, hanem szép, egyenletes a masszája. Na, szóval hát a tojásról miért pont ez a recept? Azért, mert a tojás egyébként egy tényleg egy fantasztikus élelmiszer, és azért is szeretném, hogy minél többet használjatok, mert nélkülözhetetlen egyébként magához az egészséges vagy egészségtudatosabb táplálkozásnál. És mivel megtalálható minden alapanyag, minden ásványi anyag, nyomelem és vitamin, legfőképpen még fehérje is, ezért tényleg a mindennapos fogyasztását javaslom. Jó? Úgyhogy ügyeljetek oda erre, és talán ez a recept is ösztönözhet arra titeket, hogy egy kis tojást mindig tegyetek, ha csempészetek bele a napi étkezésbe. Bár ez egy ünnepi sztori lesz, látjátok a sonkával és a mézes kalács fűszerkeverékkel, ahogy ígértem, ezzel mutatom meg, hogy hogyan is lehet betölteni a kalácsmasszát. Ez egy egyszerű kalácstészta, tehát összegyúrjátok, és utána egy órát kelesztitek 40 fokon a sütőbe. Ráteszek tányérra, teszek rá egy leplet, és ahogy mondtam, egy órára mehet langyos helyre. Nálam most ez a sütő. A kelesztésnek egyébként van egy modern formája is, hogyha a géppel tesszük, mint például ennél a sütőnél, kiválasztom ugye magát a kelesztési funkciót, adok hozzá egy időt, ami így csak 20 perc lesz, amúgy lenne egy óra, jó, lett 23 is, és mehetünk. Látom, hogy mit kell csinálnatok a tojással. Ugye keményre kell főzni, lobogó sós vízben, meghámozni, majd meghempergetni ebbe a kis mézes kalács fűszerkeverékbe. Igen! Most biztos nagyon meglepődtetek, mézes kalács fűszerkeverékbe kell meghempergetni a főtt tojásokat. Ettől lesz ugyanis nem mindennapi ez a költemény. Ugyanígy, tehát a lényeg az, hogy ezeket az ízeket, így most a tojás egy picit magába szívja, átadja a sonkának, és belülről még a kalács tésztának is. Tojásokat fel kell göngyölni egy kis sonkába. Na, hogy kell tenni? Nagyon egyszerű, ugye a közepére vagy a szélére rakjátok a tojásokat, és szépen felgöngyölitek. Ilyen egyszerű. Így kell majd kinézni nektek is ebbe a sonkába becsomagolt tojásotoknak. És aki esetleg többet szeretne megtudni a tojásról, hogy mik a táplálkozás élettani jelentőségei, hogyan termelik, vagy éppen milyen vitaminok találhatok meg benne konkrétan, vagy miért jó ez a testünknek, az látogasson el egyébként a tojáskihívás.eu honlapra. Na, ott talál rengeteg információt. Viszont most már csak az maradt hátra, hogy becsomagoljuk, mert talál egy kis liszt, na meg a tetejére is, és szép, egyenletesen ki lehet nyújtani. Nyújtás után föl kell vágnunk méghozzá 5 különböző részre. Az a lényeg, hogy ilyen cikkek legyenek belőle. Jó? Erre lehet több cikk is, ugye én most 5 tojást csinálok, ez több lesz, de mutatom azzal is, hogy mit lehet majd kezdeni. Jó, ha megvannak a cikkek, jöhet a töltés. A mézt magasról csurgassátok, hogy minél vékonyabb sugárba menjen rá a sonkára. Így. Ez az. Hát körülbelül mindegyikre kell egy táskanálnyi mennyiség. Tojással megkenjük magát a kalács tésztát. Egy picit villával összekeverjük, majd ecsettel felvisszük a kalács cikkekre. Kalács. Miután ez megvan, tegyük félre, mert még a tetét be kell vele kenni, és rakjuk a közepére, illetve nem a közepére, bocsánat, ide a szélére magát a tojást. Így.
Most jön a trükk, tehát fogjátok, kihúzzátok egy kicsit, és hasonlóan, mint a croissant, föltekeritek. Így, jó, szorosan. A két végét így elnyújtjátok, így, és akkor ezzel el is készült a kis töltött kalács tésztánk. Ha így néznek ki a kis töltött kalácsok, ami meglepő módon nem kalács formában, hanem croissant formát kapott. Jó, a sütőt pedig előmelegítem 175 fokra, légkeveréses funkción, és amíg felmelegszik, addig még utolsó mozdanatként rakok a kis kalácsunk tetejére egy kis mandulát. Ami akkor mehet be, az a lényeg, hogy ide az alsó rács szintre tegyétek, és ahogy mondtam, hő, légkeverés, és akkor 40 perc. Ba-ba-ba-bám! Hát íme, hát kisültek a gyönyörűségek. Na, hát nektek is így fog kinézni, tehát azt ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki ezt a receptet, úgyhogy meg is vágom nektek. Ennek az lesz az előnye, hogy egy picit gőzölögve is látjátok majd a belsejét. Így. Azért vágom középen, mert akkor így a tojás is nagyon jól látszik, a sonka is nagyon jól látszik. Hát az illatot nem érzitek, de isteni illata van. Fiasztatok sok tojást! Elmondtam, hogy miért, mert egészséges, tápláló, tele van vitaminnal, ásványanyagokkal és rengeteg fehérjével. Sziasztok!